Te hogy indultál neki ennek a tanévnek? Milyen céllal? Hát célom volt, hogy javítok matekból, ami nem nagyon jött össze. Célom volt talán, hogy azok az emberek, akik egyszer csúnyán átvertek, ne tudjanak megint át tudjam látni azok embereket. Talán ez is cél volt. Év elején, vagy és hát ennek az évnek az elején és az előzőnek a végén volt valami fogadalmad, amit sikerült is betartani? Nem. Volt az évben valami, ami tényleg legemlékezetesebb pillanatnak mondható? Hát a farsang az igencsak érdekes volt. Zuhogó esőbe caplattunk fölfel a lépcsőn, hogy odaérjünk a diszkóba. Az megmaradt. Másnap meg is fáztam. Meg talán ez volt a legemlékezetesebb. Van bármi, amit ebben az évben jól csináltál, és a következőben is ugyanúgy jól szeretnéd csinálni? Hát, tanulás szinte most elég jól állok, ezt remélem, hogy jövőre is tudom tartani. Viszont a matek, azt nem jól csináltam. És akkor végül is milyen eredményekkel sikerült lezárni a tanévet? Hát mindenből 4-es-5-ös lettem, csak amiből a matek lett 3-as. Van bármi elképzelés, amin esetleg tovább tudnál tanulni? Hát legjobban most ez az újságírás érdekel. Gondolkodtam még esetleg, hogy nem újságírás, hanem angol nyelvvel is tovább tanulhatnék, de nem tudom, egyelőre ezt fogott meg a legjobban. Akkor térjünk át ennek a témának a kapcsán a nyári szünetre. Van bármilyen tervedre? Július, ha érted, mire célzok. Értem. Hát, nyaralni is megyünk majd elvileg családdal, mert hát egy évben csak egyszer megyünk, és ez azért az már várom. Hát, nyári szünet. Sok ilyen nagy esemény még nem tervezek, de valami biztos lesz. Barátnőzés esetleg. Igen, azt tervezem. Görkorizás minden mennyiség. És egy maratoni horrorfilm nézés. Ó. Tanulásra esetleg számít az a szünetbe? Nem. Gondoltál rá egy média kapcsán, hogy a szünetben egy naplót vezess, vagy írj valamit? Az a helyzet, hogy most is írok naplót, csak most nem olyan sűrűn szoktam, hogy minden nap. De majd nyári szünetben sűrűbben fogok írni, mert több lesz az esemény. És talán ezt fel is tudom használni média szakkörön. Te hogy indultál neki ennek az évnek? Volt valamilyen célod? Legfőbb célom az volt, hogy tartsam meg a rangomat a súlyban, magyarán, hogy maradjak kitűnő. Volt olyan fogadalmad évvégén, amit sikerült betartanod? Hát nézzük csak. Egyrészt nagyon nem vagyok a fogadalmaknak az embere, és azt hiszem, hogyha lett volna bármi fogadalmam, akkor sikerült betartani. Magyarán, hogy barátnőimet, akiket tényleg nagyra tartok, meg becsülök, azokkal maradjak jóban. Mi volt a legemlékezetesebb pillanatod? Most egy csomó mindent fel tudnék sorolni igazából, de ha ki kell választani valamit, akkor talán a szülinapomat mondanám. Egy újabb, fantasztikusan jó barátnőre tettem szert. Végül is milyen eredményekkel sikerült lezárni az évet? Hát, képes voltam megtartani a kitűnő tanulói eredményeimet, úgyhogy örülök neki. Azt hiszem, már a matek még az ingadozik. Van ilyen elképzelésed, amin tovább tudsz tanulni? Leginkább az angol és a magyar nyelv, ami érdekel, és amin tovább szeretnék menni, de ha ehhez bármi köze lesz az újságírásnak, vagy a médiának, akkor szívesen bevállalom. Akkor térjünk rá a legközelebbi nagy eseményre, nyári szünetre. Milyen terveid vannak rá? Ez is egy ilyen kifejtős dolog lenne, ha nagyon sokáig kéne beszélnem. De azt hiszem a rokonok és az ismerősökkel való találkozás, ami elsődleges lesz. Illetve hát nyilván úgy barátnőkkel legyek, meg folytassam a hobbiaimat. Aztán apukámmal elmenni motorozni, nyaralás, ezek. Tanulásra számítasz a szünetben?
Őszintén szólva nem nagyon. Az egyetlen tantárgy, amit talán képes lennék nyáron is, az az angol, mert tavaly is, és hát ebben az évben is észrevettem, hogy nyáron sokat felejtettem, és ezért nem kéne, ha mégis szeretnék vele foglalkozni intenzíven. Gondoltál arra, hogy nyáron az újságírás érdekében naplót vezess, vagy szimplán leírod, mi történtek veled? Hát ez maga a kérdés, az én agyamból pattant ki, ezért most így eszembe jutott, igen, de alapvetően nem terveztem, hogy naplót írok, így is a hobbik és a találkozgatás majd elveszi az időmet szerintem, de ha persze jut rá időm, akkor szívesen foglalkozok a média részével az életnek. Van ezek közül olyan, ami esetleg más, amit jövő évi itt a be akarsz tartani? Azt nem kezdjük előre.